Nem mondok el újdonságot azzal, hogy múlt hét csütörtök óta elég egyértelmű, hogy a Fidesz az intézményesített korrupció rendszerét valósítja meg Magyarországon. Múlt hét csütörtökön jelent meg a 168 óra, és ebből a cikkből egy olyan világképe bontakozódik ki, amikor a 10%-ot már másképp kell értelmezni, hiszen sok ilyenről hallhattunk sajnos, és az ügyészség sok ilyen esetben tétlen, de az, hogy a legrászorultabbaknak szánt, szociális szövetkezetekre szánt források 90%-ának a lenyúlására szövetkeznek fideszes érintettségű emberek, azt gondolom a pofátlanság ne továbbja is az egyik legnagyobb gazemberség, ami történhetett. Tehát az ügyet nem kell bemutatnom, az sem, hogy a lehallgatási jegyzőkönyvek kapcsán számtalanszor hangzik el Mennyi Roland, egy fideszes országgyűlési képviselő neve, hiszen pénteken én magam is már Tiszaújvárosban jártam annál az étteremnél, ahol a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint számtalanszor szövetkeztek itt egy nagyon komoly bűncselekmény elkövetésére többen. A kérdés és a helyzet azonban egyértelmű, itt állunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt, Balogh Zoltán miniszter kapcsán neki kell, hogy szegezzek jó néhány kérdést a konkrét ügyben. Egyrészt ugye itt a cikkből már tudomást szerezhettünk róla, hogy milyen ügyről van szó. Kérdés, kitől és mikor szerzett tudomást Balogh Zoltán miniszter konkrét ügyről és Mennyi Roland üzelmeiről. A második kérdése, mit tett, milyen vizsgálatokat indított el, és ezek milyen eredményekkel zárultak. A harmadik pedig, milyen kapcsolatban állt, vagy áll Balogh Zoltán minisztériuma a Public Sector Consulting Kft-vel és B. Szilviával, a vállalkozás szakemberével, aki az ügy egyik érintettje. A negyedik kérdés, felülvizsgáltatta-e már több milliárdos támok uniós forrás elosztást a miniszter, különös tekintettel azokra a pályázatokra és forrásokra, amely érintett a Kft. Tekintetében, illetve a konkrét hölgy tekintetében. Igaz-e, hogy a Kft. Munkatársa nem csak a pályázatok elbírálásánál volt ott, hanem gondoskodott különböző eszközökkel a végeredményről is? Igaz-e, hatodik kérdésként, hogy az alkotmányos költség a minisztériumhoz köthető emberek kenőpénze volt? Hetedikként, igaz-e, hogy egy államtitkárt, Köpeci Bócz Tamást részben emiatt az ügy miatt mentették föl, nem is olyan régen? Nyolcadikként, tudja a miniszter úr, hogy kísértett ebben az ügyben államtitkot? Kilencedikként kérdezném, hogy mit gondol konkrétan az ügyről és a 168 óra cikkéről, és tizedikként, hogy mit gondol a frakciótársáról, Mennyi Rolandról, és hogy látja, mi a szerepe az ügyben. Nem csak én várom ezekre a kérdésekre a választ Balogh Zoltántól, hanem azt gondolom az ország nyilvánossága is. Az egész ország és a közélet érdeke az, hogy ez az ügy minél hamarabb, minél szélesebb körben nyilvánosságot nyerjen, és láthassuk, hogy kik és milyen módon szövetkeztek a legrászorultabbaknak szánt források elrablására.